Kádor Levente hobbija a csalás és az ámítás. A 24 éves fiatalember a vizsgaidőszak stresszét próbált előzni a kártyatrükkök tanulásával. Államvizsgája a megírásakor, amíg barátnője tanult, ő az interneten kutakodott, oktató videók után. A pakliával azonban ma már saját trükkök is vannak. Van négy szabály, ezt úgymond minden varázsló bűvész betartsa, ha nem akarja, nem muszáj betartsa, de az csak az ő hátránya. Az első az úgy van, hogy egy trükköt soha ne ismételj, vagyis ne csinálj meg kétszer egy trükköt, soha. A második az, hogy gyakorolj. A harmadik az, hogy még többet gyakorolj. A negyedik az, hogy gyakorolj. Indiai tartózkodása alatt ismerkedett meg a street magickel, amely a bűvészet legközvetlenebb formája. Itt nincs színpad, nincsenek trükkös berendezések. A néző alig egy méterre fürkészi mozdulatait, kellékei egy pakli kártya, esetleg apró kiegészítők. A street magic egyszerűbbnek tűnik, pedig sokkal nehezebb, mint a hagyományos bűvészkedés, hiszen bármikor lelepleződhet a mágus, meséli Levente. Muzikáltál. Mutasd meg nekik, nekem mutasd meg. Megvan? Tedd az asszára. Megfogom. És ide beteszem a pakliba. Egy, kettő, három. Picit még összekavarom őket. Azt fogjuk játszani, hogy pokalacot kell hallgatok, jön. Nem tudom, hogy pokaleszek. Én fel fogom venni a kártyákat. És meg fogom nézni az első kártyát. Eldöntöm, hogy ti kártyátok vagy nem. Ha rátok nézek, nem kéne lássak semmit, jó? El is kezdjük. Nem hiszem, hogy Joker tudtok volna, mert csak kettő van. Szerintem a kártyátok nem egy fekete, hanem egy piros. Na jó, nem az a ti kártyátok, mi szerintem. Azt mondjátok meg, légy szíves, most őszintén nincs pokerarc, hogy ide letettem a kártyátokat. Melyik volt az a kártya? Légy szíves, fordíts fel. Az. Mi a baszki? A pakli pörgése, a kecses kézmozdulatok nem csak a gyerekeket foglalják le, a trükkök mindenki arcára mosolyt csalnak. Az egyik trükköt a kamerának is megmutatja. Figyeljék a kezét, mert csal. A bűvészek sosem árulják el titkaikat, hosszas unszolásunkra azonban egyik egyszerűbb trükkjének nyitját nekünk is elárulja. Most nézzük meg ugyanezt egy másik kameraállásból. Így sem lettünk okosabbak, most nézzük meg lassítva. A lényeg tehát a figyelem elterelés. Így talán még csodálatosabb a látvány, hiszen most már a színfalak mögül láttuk a trükköt, de az apró mozdulat sok éves gyakorlatra és óriási kézügyességre utal. Különben sem a megfejtés a lényeg, mondja Levente, a trükköket gyermekmódjára kell élvezni, rácsodálkozni az illúzióra, és akkor már elérte a célját a bűvész.